helyszínt az Exponential Transylvania biztosította. Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Tinkonomi Talks-nak a legújabb adásában. Mellettem nem más van, mint Szűcs Endre, akinek sok tisztséget mondhatnék, de én elsősorban azt a tisztséget szeretném most oda ragasztani, hogy ő a Tinkonominak az alapítója. Szia! Szia! Kicsit ez ilyen fura dolog, hiszen te alapítottad a Tinkonomit, és akkor most én interjúollak meg téged, talán erre még így a Tinkonomi történelmében nem volt példa. Nem volt példa, hogy a Tinkonomi interjút tartson meg engem, de ettől függetlenül mit alapító, hát telik az idő, az már rég volt, amikor alapítottuk. Rögtön már mindjárt 10 éve, hogyha kerekítünk egyet, 2012-ben így. Na hát akkor lassan 10 éves lesz. Lassan 10 éve, 2 év van még addig, illetve egy pontosabb, hát jövőre. Miért láttad szükségét annak, hogy elektromos autókat segíts hozzá a működéshez, azáltal, hogy mondjuk ezeket a töltőrendszereket elindítottak. Ugye ez még nem egy kézzelfogható dolog, ez csak egy projekt szinten van, de miért érzed azt a késztetést, vagy miért érzed azt a késztetést, hogy ez neked fontos, hogy ez egy plusz legyen, amit hozzáadsz? Hát ez azért fontos, mert gyakorlatilag ilyen pillanatban az infrastruktúrában el vagyunk maradva. Ha el vagyunk maradva, akkor kell, szükségeltetik egy ilyen infrastruktúra, tehát megjelenik egy szükség. Már most bizonyos töltőknél sorok vannak, tehát azt jelenti, hogy kevés a töltőállomások az autó. Itt megjelenik egy olyan piaci szükséglet, amire lehet adni jó piaci ajánlatot. Ezért úgy gondolom, hogy abban, amiben mi elkezdtük ezt az egész folyamatot, és most már ott vagyunk, hogy tényleg piacra lépés előtt, ebben egy jó időben vagyunk, jó helyen. Tehát, hogy ezért kezdtem bele ebbe az üzletágnak az építésére, vagy ezért érdeklődök, és nem csak érdeklődtünk, hiszen szerződéseket tárgyaltunk, beszállítókat tárgyaltunk, piaci versenyzőket elemeztünk itthon és külföldön is, folyamatosan figyeljük a trendeket, és minden trend afele mutat, hogy és csak említsük a múlt héten történt glasgowi nemzetközi ENSZ által összehozott klíma konferenciát is, aminek az egyik záró nyilatkozata épp az, hogy 2035-ig, vagy és legkésőbb 2040-ig az újonnan eladott autók 100%-ig elektromosak kell, hogy legyenek. Most nyilván ez csak egy vállalás vagy ajánlás, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De nyilvánvalóan, hogyha úgy is gondolkodunk, hogy a fosszilis energiák valamilyen szempontból korlátosak, tehát hogy korlátozott mennyiségben fellehetőek, és mi egyre nagyobb iramban azokat használjuk, akkor előbb-utóbb elfogy, és kellenek bizonyos fajta más energiák, amik ezeket majd fogják pótolni. És hát meg az elektromos áram. Úgyhogy ezért, úgy gondolom, hogy azért fontos ezen innél többet beszélni és tenni is értem, mert ezek a fő trendek, efele haladunk, nyilván ez egy közép vagy hosszú távú történet, tehát itt most 10-20-30 éves perspektívában beszélünk, de hogy világos, hogy afele megyünk, és hogy ez az új piac, ezre újra szükség lesz, akkor erre érdemes egy piaci ajánlattal is jönni, ami nyilván jó a környezetnek is, meg nyilván jó lehetőség is, mint üzlet. Így, hogy egy plug-in hibrid autót vásároltam, ami azért nem teljesen elektromos, de nem is teljesen hagyományos üzemanyaggal működik, milyen érzés, milyen tapasztalataid vannak? Miért vásároltad ezt az autót? Ezelőtt egy jó évvel kezdtem azon gondolkodni, hogy vegyek egy új autót, hiszen a családomnak szüksége van arra, hogy egyik pontból a másikba menjünk, ezt nem lehet csak tömegközlekedéssel megoldani, főleg két kis gyerekkel. Úgyhogy, és akkor már nagyon elkezdtem nézni az elektromos autók után, mint a jövő autózási alternatívája, és egyre inkább beleástam magam ebbe az egész történetbe, jöttem rá arra, hogy hiába akarok én most ilyen pillanatban egy elektromos autót vásárolni,
holottakra nagyon szép finanszírozási támogatások is léteznek, akár a kormányzat részéről, akár nem később meg beszélhetünk. Ha nincsen meg a kellő infrastruktúra arra, hogyha mondjuk a nagyszülőkhöz vagy a szüleinkhez elmenjünk Kolozsváron Sepsiszentgyőre, akkor ezt nem tudom megtenni jelen pillanatban annélkül, hogy akár több perces vagy több órás szünetet kelljen tennem. És akkor így módosítottam úgymond a keresésemet, hogy vegyek végül is egy plug-in hibrid autót, ami gyakorlatilag elektromos autó is, viszont van benne benzines motor is, éppen azért, hogy ezt a hátrányosságunkat, hogy nem igazán van kialakulva az infrastruktúra és az ehhez kapcsolódó szokások is, ezt valamilyen szempontból ne kockáztassam. Tehát ne kockáztassam az utazásomat két kisgyerekkel, ha olyan szempontból, hogyha most csak egy elektromos autóm lenne. És azt is azért el kell mondani az elektromos autózásról, hogy habár tényleg ez még a jövő, de ez egy viszonylag relatíven új technológia. Tehát ez egy ilyen 10-15 éves távlatban tekint vissza a klasszikus autózással szemben, ami most már több mint 100 éves történetet jelent. És ebből kifolyólag, mivel még a kezdetén van, ezért nagyon sok minden még úgymond nincs kifejlesztve, pontosítva, leghatékonyabban alkalmazva. Úgyhogy ebből a szempontból én azért döntöttem, hogy legyen egy plug-in hibrid autóm, ami végül is azt jelenti, hogy mondjuk városi környezetben, itt Kolozsváron, ahol úgymond nem tökéletes, messze van a tökéletestől, de ahol viszonylag van elektromos töltési kapacitás, ott tudom szinte 100%-ban elektromosan használni az autót, ez azt jelenti, hogy nem szennyezek, ez azt jelenti, hogy olcsóban tudok egyik pontból másikba eljutni, és ez azt jelenti, hogy például a motor általi hangzajt sem generálom, ami nyilván egy kocsi esetében elveszik, de hogyha ezt generáljuk mondjuk több tízezer autóra, ami naponta elmegy itt az irodaházunk előtt, akkor ha ez mind csendben működne, akkor az a hangzajhoz is, a hangzaj szennyezésnek a csökkentését is hozzá lehetne járulni. Ettől függetlenül, hogyha nyilván egy hosszú útra kell mennem, akkor nyilván előtte föltöltöm, és akkor mondjuk a 250 km-es utamból egy 50 km-t elektromosan haladok, ami mondjuk a városi haladásban sokat segít, és a többit azt meg nyilván benzinnel, vagy égető, vagy robbanó motor energiával haladva, de még akkor is jobb az átlag az átlagfogyasztás, mint egy sima benzines vagy akár dízeles motornak. Mennyire ástad bele magad a töltőknek a szükségleteiben? Mert ugye hogy az van, hogy többfajta ilyen autós töltő létezik. Vannak ugye a gyors töltők, van a Teslának a Superchargerje, vannak az Ionity töltők, tehát nagyon sok fajta töltő van. Itt elsősorban az a legfontosabb dolog, hogy mennyire gyorsan tudja feltölteni az autót. Tehát lehet, hogy képes egy autó nem csak AC töltéssel, hanem mondjuk gyors töltéssel töltődni, de az adott töltő állomás, amiből ő áramot nyer el, az nem képes csak nem tudom ennyi és ennyi áramot adni. De ezekben mennyire ástad el magad, és mennyire érzed szükségét annak, hogy pont az a dolog, amiről te azelőtt beszéltél, hogy azért nem vásároltál elektromos autót, mert az a hosszú út, tehát a 250 km-es út során egy nagy kiesés lenne mondjuk megállni egyszer vagy kétszer 30-40 percre, az ahhoz, ugye, hogyha gyorsabban lehetne tölteni, akkor csak 15 percre kéne megállni, hogy rátöltsél. Ez így igaz, még nem is a 30-40 perces kieséssel van a baj, hanem az, hogy nincsen infrastruktúra. Ugye itt két része van. Van a töltőállomás, ami lehet ugye villámtöltő, az a DC, illetve lehet váltóáramos, az AC töltő. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy az egyik nagy kapacitásnak a leadására képes, a másik kisebb kapacitásnak a leadására. Akár a DC töltők elmehetnek 50 kW-tól 100 felüli kW-tok leadására is per órában gondolkodunk. És másik oldalon meg az autónak a felvevő képessége is meghatározza az, hogy mondjuk hány kilowatt per órát képes befogadni.
És nyilván ez a két technológiától függ az, hogy mondjuk egy akkumulátor függően attól, hogy mekkora kapacitása van, mert nyilván egy 50 kW-os, csak matematikai példát, az egy 50 kW-os töltő, egy 50 kW-os oszlopról egy óra feltöltődik. Egy 100 kW-os oszlopról, hogyha képes, akkor feltöltődik fél óra alatt. És tehát, hogy gyakorlatilag három komponense van annak, hogy egy autó mennyi idő alatt töltődik fel, és különböző technológiák vannak, így ahogy te is említetted, különböző supercharger, ami ugye a Tesla-nak a direkt lefejlesztett töltőállomása, de egyfajta a töltőrendszert használnak a japán-keleti autók, általában az európaiak is, nálunk inkább az elterjedtek ezek a Type 2 vagy a 2-es típusú töltőket, töltő rendszerekkel lehet tölteni az európai autókat, és az egész attól függ, hogy milyen típusú autód van, és hogy mennyit képes felvenni a töltéssel, és ugye mennyit képes leadni az oszlop. Tehát most ilyen pillanatban, hogyha az ember vesz egy olyan autót, ami mondjuk képes magába szívni 36 kW per órát, akkor elviekben egy 36 kW-os akkumulátor, hogyha benne van, akkor az fel tud töltődni egy óra alatt, de nyilván oda kell olyan töltőállomás, amelyik képes ezt leadni. És általában ezek a DC töltők, ugye meg gyors töltésre alkalmasak, megállsz egy benzinkútnál, és mondjuk egy fél óra alatt, 45 perc alatt, amíg megiszol egy kávét, meg ezzel egy szendvicset, addig gyakorlatilag feltöltöd az autónak a 80%-át. Ugye a töltése lineáris, az elején lassabban megy, aztán a közepén gyorsabban tölt, és az utolsó 20%-át az meg megint lassabban tölti. Úgyhogy, de elvégben elég az, hogyha mondjuk 100%-os töltésű autóval eljutsz egy bizonyos pontig, és azon a bizonyos ponton feltöltött fél óra alatt a 70-80%-ig akár el tudsz jutni még egy következő pontig. Ez egy kicsit bonyolultabb a történet, nagyon sokfajta típusú autó van, nagyon sokfajta kapacitású akkumulátorokkal rendelkeznek, illetve nyilván meghatározza az is, hogy milyen töltési ponttal, vagy milyen töltési kapacitással lehet rácsatlakozni. Ugye nekem a plug-in hibrid, az mivel plug-in hibrid és annak csak egy 11 kW-os akkumulátora van, és gyakorlatilag csak lassú töltőn, úgymond AC töltőn váltóáramon tud tölteni, és 3,6 kW per órát tud felvenni, ez a leggyorsabban is 3,5 óra töltődik fel. De ennek a típusú, ezt lehet arra gondolni, hogy ez de sok. De gyakorlatilag ez a típus, amit én használok, ez kimondtan arra van, hogy városban, amíg te elmész mondjuk a munkahelyedre, és ott ülsz 8 órán keresztül, addig berakod tölteni, és mondjuk feltöltődik 4 óra alatt, tehát bővön fel annyi idő alatt, amelyet áll az autó. Ha hazamész, be tudod dugni simán a 220-ba, van erre egy ilyen átalakító berendezés, vagy nem tudom én mi, és ott feltöltődik 8-9 óra alatt. Ma, amíg hazamész, és mondjuk vacsorától reggelig, amíg elindulsz, simán van 11 órán, és akkor lazán feltöltődik az autó, mert ennek kimondottan az a célja, hogy városba használjál elektromos áramot, ezáltal a városban ne termelj smogot, ne termelj zajt, és ráadásul még olcsóban is tudjál eljutni egyik pontból a másikba. És ez a 11 kW, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mivel ez átlagosan egy olyan körülbelül, vegyük úgy, hogy 20-22 kW per órával működik, azért, mert nagyon nehéz, azért, mert ugye két rendszer van benne, egy robbanómotor, tehát egy klasszikus robbanómotor plusz még az elektromos rendszer is, ezért sokkal többet fogyaszt, mint egy sima elektromos autó, akinek töredék a súlya olyan szempontból, hogy a villanyos motorról azért tudjuk, hogy 40-50 alkatrészből gyakorlatilag az egész motorrendszer megvan, míg több ezer alkatrész jár egy klasszikus autóba. Tehát ilyen szempontból lehet relativizálni ezt a kérdést, viszont ugye általában azok a félelmek szoktak eléjönni az emberekben, főleg azok, akik hozzá vannak szokva a klasszikus
hogy gyakorlatilag bemegyek egy benzinkutat, megtöltöm azt, megyek 800 kilométert, hogy akkor mégis mennyit kell, hogy ez mégiscsak órákat kell tölteni. Ez igaz, hogy órákat kell tölteni, csak azt nem veszünk figyelembe, hogy akkor töltődik az autó, amikor amúgy se használjuk. És hogyha kellő infrastruktúra van, amiről beszéltünk az elején is, akkor is tudom tölteni, hogyha bejövök dolgozni a belvárosba, mert itt ülök 4 órán keresztül, vagy 8 órán keresztül, akkor is tudom tölteni, hogy elmegyek bevásárolni egy bevásárlóközpontba, mert ott legalább eltöltök 2 órát, akkor is tudom tölteni, hogyha elmegyek egy közintézményhez, és ott ülök 1 órát, 2-t, vagy elmegyek egy tárgyalásra egy üzleti business centerben, és ott ülök mondjuk 2 órát, akkor is tudom tölteni az autót, és akkor is tudom tölteni az autót, hogyha otthon ül az éjszaka folyamán. És azért tudjuk azt, statisztikák kimutatták azt, hogy egy átlag autónak, és most nyilván nem arról beszélek, mint te, akik mondjuk folyamatosan szállításban vannak, hanem egy átlag autónak 93%-ának az élete folyamán álló stádiumban van. És hogyha megvan az infrastruktúra, hogyha én elmegyek egyik pontból a másik pontba, és ott is van töltő, meg átmegyek egy harmadik pontba, és ott is van egy töltő, akkor gyakorlatilag annélkül, hogy ez komolyabb ráfigyelést vagy idő elvonást jelentene tőlem, mint felhasználótól, kényelmesen, lazán, árammal vagy energiával fent tudom tartani az autónak a működését. Te otthon, ugye te nem házban laksz, tehát nem kertes házban laksz még, hanem társas házban. Te hogy oldod meg otthon a töltést? Tehát nincs olyan, hogy beállsz a garázsba, vagy nem tudom, hogy van a garázsok, beállsz a garázsba, és akkor ott felrakod a 220-ra, hanem ez egy kicsit odafigyelés igényel, esetleg be kell kopogtatni a szomszédhoz, hogy nincs egy 2 centire az ablakot, hogy a kábelt tudja berakni a konnektorba. Hát ilyen nincs azért. Igen, én most egy társasházban lapok, van garázsunk, de ott amúgy fel tudnánk szerelni könnyedén, nekünk egy közgarázsunk van, és pont a villanyhálózatot megy el, ahol nekünk van a parkolóhelyünk. Tehát elviekben nagyon könnyedén fel tudnék oda szerelni egy otthoni töltőt, akár egy gyors töltőt, hanem egy AC töltőt. Amire gyakorlatilag annyi kell, hogy megveszek ezt egy szájton, és egy olyan villanyszerelő céget megkérek, akinek úgymond engedélyeztetve van az ANRE által, és egy külön biztosítékkal, akár egy villanyórával ezt felszereli, és akkor effektíven tölthetnék otthon is. Ez így megoldható lenne. Az, hogy most kilógassam a 220-at, ez most nyilván is egy tévhit, hogy akkor most a tömbházak ablakában fognak lógni a hosszabbítók. Ezért ez úgy nem megoldás. Én amúgy én a töltéseken mindig általában napközben rendezem. Kolozsvár belvárosában, hál' Istennek, van egy pár töltőállomás, ezért kapok általában olyan helyet, ami dedikáltan elektromos autókra van fenntartva, és ott szoktam nappal tölteni. Amíg benn ülök az irodába, az alatt lazán feltöltődik az autó, sőt, még hamarabb el is kell menjek és kiúzzam, hogy adjam át másnak a töltés lehetőségét. Ilyen szempontból én nappal töltöm. De, hogyha elmegyek mondjuk egy bevásárlóközpontba, ott is van általában töltő, és az a reményem és az a jó hírem, hogy most is bejelentések voltak, hogy bármilyen infrastruktúrális javítások az elkövetkező időszakban, években, amik lesznek, legyen az Európai Uniós forrásból, vagy akár kormányzati forrásból, azok hozzá lesznek kötve ahhoz, hogy elektromos töltőállomást is kell létesíteni. Magyarán ez azt jelenti, hogy ha felújítanak egy utcát, akkor az utcában bizonyos számú töltőállomást kell majd létesíteni, ahol könnyebben parkolsz, ahol majd tudod tölteni akkor is, hogyha otthon a blokkban vagy a tömbházban, ahol élsz, ez nem lehetséges. A másik nagyon érdekes dolog, ami szerintem hosszú távon elválaszthatja a két csoportot, az, hogy mikor fognak ezek az elektromos töltők pénzbe kerülni. Mert ugye most ingyen lehet ezeket használni. Egy részét lehet ingyen használni, de mikor fog eljönni ez a pont, és szerintem az el fog jönni már elég
hamarosan, amikor effektíve annyi autó lesz, hogy versenyezni fognak, hogy akkor ki fogja tudni tölteni az autót. Kettő pedig elfognak azok az idők szállni fölöttünk, amikor ingyenesen kapsz parkolóhelyet, tehát hogy ez abszurd. Mikor egyértelműen a projektedbe, ami tervezel, az fizetős töltőállomások lennének, és szerinted mikor fog eljönni az, hogy mindegyik töltő, mindegy, hogy 2 lej, 3 lej, 10 lej, 20 lej, de pénzbe fog kerülni. Konkrét dátumot nem tudok neked mondani, amúgy most is a töltéseknek nagy része pénzbe kerül. Én csak a szerencsés helyzetet mondtam Kolozsvár belvárosából. De hogy elmész Nagyváradra, ott mondjuk az önkormányzati töltő, vagy önkormányzati parkolókból ott még ingyen lehet tölteni, de fizeted, hogy bemész a kapun. Ha elmész egy Csíkszeredába, ott csak fizetős töltő van. Én most nem tudnék konkrétan arányokat mondani, hogy mennyi ennek, de jelen pillanatban is, ha én úgy satszom, legalább fele-fele azért fizető töltésen keresztül tudod tölteni az autódat. De hogy konkrétabban a kérdésedre válaszoljak, én úgy látom, hogy amikor kialakul egy nagyobb kereslet, amit azt jelenti, hogy el fognak adni nem 326 Dacia Springet, hanem 3000-et vagy 10000-et egy-két éven belül, és még emellett ugye masszívan vásárolják a különböző másfajta elektromos vagy plug-in hibrid kategóriákat, amelyeket ugye kívülről lehet tölteni, akkor előbb-utóbb megjelenik egy olyan masszív kereslet, amit már csak úgymond olyan töltő infrastruktúrák tudnak kiszolgálni, amelyek fizetősek. Legyünk őszinték az, hogy az önkormányzatnál most ilyen pillanatban ingyenesen lehet tölteni, az sincs ingyen, mert azt kifizeti, az önkormányzat fizeti ki. Persze. Tehát, hogy ilyen szempontból, tehát az önkormányzat egy visszanemtérítendő, vagy részben visszanemtérítendő finanszírozását telepített egy osztopot, és ő vállalta, hogyha ingyen megkapta ezt, úgymond a pályázati finanszírozáson keresztül, akkor ő azt fenntartsa annak a működtetését ingyenesen, és ezt vállalta a szerződéses keretek között egy bizonyos ideig. És ugye mi most abban a helyzetben vagyunk, hogy mi most kezdünk rászokni az elektromos autózásra, és itt egy pár számot említsek, ugye a Fejlett Nyugat, Hollandia, ott kb. 20%-a az autóknak elektromos autó már most ilyen pillanatban. Szerintem minden 5 autó közül egy. A skandináv államokban ez olyan 10-15 körül mozog, de hogyha úgy veszük, akkor már Magyarország egy 4,5-5% az autók partnak elektromos, és náluk ez ilyen 2-2,5 körül van jelen pillanatban. Az viszont jó hír, hogy például az újonnan beiratott autóknak, míg a tavaly 6,8%-a volt elektromos autó, vagy legalább plug-in hibrid, azoknak most már egészen az idei évben, az elmúlt 10 hónapra, tehát októberre bezárólag 12,8%-a. És ilyen szempontból úgymond megduplázódott az elektromos autók, az újonnan vásárolt elektromos autóknak az aránya a teljes vásárolt autók körében, ami megint egy olyan piaci trendet mutat, hogy egyre több elektromos autó lesz, egyre több elektromos autó lesz, egyre nagyobb lesz az igény tölteni is azokat, minél nagyobb igény tölteni azokat, annál több osztopra van szükség, és ha annál több osztopra van szükség, akkor nyilván ezt csak egy olyan kereslet-kínálat piaci alapon lehet megoldani, ahol igenis kifizeted azt a cegket, ami által megéri valakinek telepíteni egy osztopot, megéri azt működtetni, és ugye kifizeted azt a villanyáramot is, amit effektíven te felhasználsz azáltal, hogy eljuthassál A-ból a B pontba, és azért az is egy tény, hogy azért az elektromos áramnak a költségei is emelkedtek az elmúlt időszakban, egészen az 50-60-bani per kilowatt árból 1 lej 20, tehát annál magasabb árak is körvonalazódtak, úgyhogy szinte megduplázódott. Úgyhogy nyilván ezeknek be is van egyfajta árulás, vagy bocsánat, drágulás, de még mindig olcsóbban jössz ki, mint hogyha egy 100 kilométerre vetített
költségre, mint hogyha csak benzinnel, vagy éppen dízzel, vagy motorinával haladnál. Mit tudsz mondani azoknak, akik most azon gondolkoznak, hogy új autót vásárolnak, egy ilyen merészek, hogy most ebben a chip válságos helyzetben új autót szeretnének vásárolni, és azon gondolkoznak, hogy egy plug-in hibridet, vagy egy elektromos autót vásároljanak. Mi az a három szempont, amit vegyenek fontolóra? Szóval mindenképpen az első szempont az, hogy ez a jövő. Tehát nyilván sokkal kényelmesebbnek tűnik az, hogy egy megszokott klasszikus robbanomotos autót vegyél, de hogy ez a jövő, és minél hamarabb szoktatjuk meg magunkat arra, hogy igenis elmegyek én az elektromos töltőig, és igenis amíg áll az autóm, addig fel tud töltődni, annál inkább úgymond saját magamat versenyképesebb helyzetben, ahhoz képest, hogy mi fog eljönni. Tehát ez az első. Másik dolog az, hogy mindenki döntse el maga számára, hogy kb. Milyen utazási mixe van, ami azt jelenti, hogy hány százalékban használja mondjuk városon belül, hány százalékban hosszúban, mert hogyha például is most két élethelyzetet mondok, hogyha valaki mondjuk gyerekes, és igenis be kell vigye az óvodába a gyereket, és közben belvárosba dolgozik, de mondjuk az agglomerációban lakik, Bácsba, Gyögyfalván, Apahidán, vagy bárhol máshol, és úgy muszáj autóval járjon, és ebből kifolyólag városi környezetben használja a nagy részét az autónak, akkor érdemes azon elgondolkodnia, és most már kezdnek barátságos, elérhető áron is úgymond elektromos autók piacon meg lehet találni elég barátságos áron a piacon az elektromos autókat, akkor igen, vegyen full elektromos autót, mert akkor tudja tölteni a belvárosba, tudja tölteni otthon, vagy különböző más helyeken, és akár egy elektromos autóval akár el tud menni 200-250 km-t is. Egy teljesen elektromos autóról beszélek. Ha valakinek egy olyan utazási mixe van, hogy mondjuk sokat használja a városban, és sokat használja kín is már, mint hogy mondjuk elmegy havi kétszer vagy három alkalommal, utazik egy oda-vissza 500 km-t, akkor viszont lehet, mint ilyen pillanatban neki egy plug-in hibrid éri meg, akkor városban megoldja a közlekedését elektromosan, akár rá csatlakozva az ingyenes töltése, vagy bármilyen más töltési lehetőségekre, viszont hogyha hosszat megy, akkor nem kell azon gondolkozni, hogy elér-e ide, elér-e oda, és hogy hol kell megállni, nem kell úgymond túl tervezze azt az utat. És ha valaki csak úgy használ egy autót, hogy csak mondjuk hazamegy a szüleihez, városban abszolút nem használ, mert városban tömegközlekedik, ami nagyon helyes, tömegközlekedik, és esetleg havi kétszer elmegy Sepsiszentgyörgyre vagy Szatmárra, akkor lehet, hogy neki akár egy klasszikus autó, benzines vagy dízel autót érdemes megvennie. Tehát, hogy mindenképpen a második szempont az kell legyen, hogy te kell átgondolod, hogy milyen utazási mixed van, tehát hogy te hogyan használod ezt. Nyilván, aki nagyon sokat használja városi környezetben és rövid távon, tehát akár ilyen 50 km-es oda-visszában, akkor azoknak abszolút megéri elektromos autót fenntartani, csak elektromos autót fenntartani, mert töredékét tud közlekedni, és ugyanakkor nem is szennyez. A harmadik szempont meg nyilván az árkérdése, mert azért nem elhanyagolandó az sem, hogy azért az elektromos vagy a plug-in hibridek azért drágább kategóriába tartoznak, mint ha mondjuk a plug-in hibridnek van tehát klasszikus autó testvérük is. Viszont azt érdemes itt elmondani, hogy most nyilván csak új autókra érvényes, és az már mint egy másik történet, hogy azért Romániában elég jó ez a Rabla Plus, mindenki ott a Rabla programokról, ugye a klasszik Rabla, ami a régi roncsautó program, viszont a Rabla Plus az kimondottan azokra az autókra vonatkozik, akik elektromos, tehát tiszta elektromos, vagy éppen plug-in hibrid kategóriájú autókat szeretnének vásárolni újonnan,
És az itt elmondható, hogy Európai Uniós szinten náluk a legnagyobb támogatási rendszer erre. Tehát nagyon van, mint Németországban, úgyhogy az itt a keresetek azért elmaradnak a németországi keresetektől. Ez egy publikus program, tehát egy elektromos autóra 45 ezer lehet ad az áram, bocsánat, az állam, ami egy közel 10 ezer eurós támogatás, illetve valami, és egy plug-in hibrid, ami 20 ezer lehet támogatást ad a román kormány, ami nem egy elhanyagolható tény egy autóvásárlásnál. Úgyhogy, és a másik dolog, ez talán egy plusz egy, hogy azért az előző gondolatom után azt mondjuk, hogy akkor ez egy luxus történet, vagy ez egy ilyen különleges dolog, de azért, hogyha megnézed a piacon és a kategóriákat is, és nagyon sok blog van erre, ugye itt most minket magyarok hallgatnak, de ott van a villanyautósok.hu, ahol nagyon-nagyon szép leírások vannak, és ott is például ott van minden évben kihozzák az új ajánlatokat, árkategóriákat, tehát hogy azért egy, és a Dacia Spring, ami ugye nemzeti büszkeségünk a Dacia, azért itt nagyon-nagyon, tehát ilyen 16-17 ezer euróval meg lehet venni egy Dacia Springet, és ha arra kapsz egy 45 ezer lejes támogatást, akkor gyakorlatilag ilyen 8-9 ezer euróként már tudsz venni egy új autót. Ami azért nem olyan rossz, hogyha úgy veszed, hogy új autó, ha úgy veszed, hogy ezáltal még plusz, ugye spórolsz a későbbi benzinen, tehát erre azért vannak számítások. Az én saját számításom az, hogy körülbelül azáltal, hogy a városban, de nyilván tudjuk, hogy mennyit közlekedsz, én azért hetente egy ilyen 15 eurót spórolok csak az üzemanyagon, azáltal, hogy elektromosan közlekedik. Ez heti 15 euró, azt fel lehet szorozni, illetve a parkolási díjak, meg más dolgok, akkor, hogyha összeadnám, de én nem adtam össze, akkor az itt az összeg sokkal nagyobb lenne. És még van egy szempont, ami az elektromos autózás mellett van, az, hogy egy elektromos autóban töredéke alkatrész van, töredéke így nincs olajcsere, nincs egy csomó olyan történet, ami egy klasszik autónál van. Úgyhogy hosszú távon az elektromos autózás sokkal inkább kifizetődő, még akkor is, hogyha a kezdeti beruházás úgymond nagyobbnak tűnik. De én még azt mondanám már így végezetül, hogy sőt, az van a legvagányabb, hogy mit tudom, hogy csinálunk egy olyan videót, ahol ezt ki is tudnám próbálni. Tehát nekem egy plug-in hibriden van, de a Huninak, akit te is ismersz, neki egy full elektromos autója van, és talán az van legjobb, hogy csinálok egy videót, ahol ezt be is utaltam mutatni, hogy hogyan működik egy elektromos autó. Sokat beszéltem róla, de azért egy elektromos autót vezetni is külön élmény. És az enyémben azért az nagyon érződik, hogyha mondjuk valami csak motorral megy, és milyen, amikor csak elektromos motor húzza, a kettő közötti vezetési élmény azért már élmény. Tehát, hogy, és nem is beszélünk a kettő kombinációjában működik, akkor repül. Hát akkor Szaván is fogtuk Entrét. Hamarosan fogunk jelentkezni olyan videóval, ahol ezeket az autókat megnézzük, és akkor gyakorlatban ültetve fogunk erről beszélni. Addig is ti mindenképpen iratkozzatok fel a Tinkonominak a YouTube csatornájára, és hamarosan újabb videókkal jövünk. Sziasztok! Sziasztok!